Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják, nézzük fontosabb híreinket. Járvány átlépte az influenza-szerű megbetegedések száma a járvány küszöböt a soproni járásban is. M85, a gyorsforgalmi út építésének előkészítésén dolgoznak Nagycenken. És rejtett kincsek, több évszázados falfestéseket tártak fel a Fertődi Eszterházi kastélyban. Átlépte az influenza-szerű megbetegedések száma a járvány küszöböt a soproni járásban. A figyelőszolgálat adatai szerint városunkban és környékén folyamatosan növekszik a betegek száma január eleje óta. A járvány leginkább a 15 és 34 év közötti korosztályt, tehát az aktív népességet érinti, áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának kórházhigiénés és járványügyi felügyeleti főosztályának közleményében. Sopronban és környékén január eleje óta folyamatosan növekszik a betegek száma. A soproniak közül többen találkoztak a napokban influenzás beteggel, viszont vannak olyanok is, akik szerencsések voltak, és idén még nem kellett megküzdeniük a vírussal. Az viszont mindenkiben közös, hogy a betegség megelőzéséhez és leküzdéséhez a természetes gyógymódokat hívják segítségül. Leginkább a friss levegőt és a vitaminokat javasolják. Most per pillanat a húgom éppen influenzás, és mi mindig hát ilyen természetes gyógyszerekkel próbálunk segíteni az adott illetőnek influenzás. Van nagyon sok munkahelyen, nagyon sokan betegek, lázas, köhögnek, fáj a fejük. Karácsony előtt túlestem rajta, úgyhogy remélem már megúszom. De igen, sokan vannak a munkahelyemről betegek. Hát idén szerencsére elkerült minket az influenza, és próbálunk úgy védekezni ellene, hogy kerüljük a társaságot, a tömeget, gyakran járunk friss levegőre, és sok vitamint fogyasztunk. A járvány miatt adásunkig a soproni gyógyközpontban még nem rendeltek el látogatási tilalmat. Közúti baleset történt csütörtökön délelőtt a Híd utcában. Az eddig értesüléseink szerint egy BMW típusú személygépjármű a Paprét felül a Híd utcára nagy sebességgel, az elsőbségadást elmulasztva kihajtott és érintőlegesen ütközött egy ott szabályosan haladó autóval. Az esetet követően a sofőr a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott. Sérültről nem tudunk, az anyagi kár azonban jelentős. A baleset körülményeit a soproni rendőrkapitányság vizsgálja. Egy nemzetközi projekt keretében regionális üzleti tréninget tartottak a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarában. A találkozó az osztrák-magyar kulturális különbségről szólt, ami nehézségeket okozhat az üzleti kommunikációban is. A burgellandi főiskola professzora úgy látja, az osztrák ügyfelek türelmetlenebbek, nehezebb megtalálni velük a közös hangot, ehhez pedig nehezen alkalmazkodnak a külföldiek. Hogy értjük egymást még ilyen közelről is. Az osztrák-magyar üzleti kommunikációról szólt a tematikus tréning a Soproni Kamarában csütörtökön. A találkozó egy nemzetközi projektben valósult meg, amelynek célja az osztrák-magyar határtérség kis- és középvállalkozói együttműködésének előmozdítása. A tréningen az innovációs lehetőségek és az osztrák-magyar kulturális különbségek kerültek a középpontba. A különböző nemzetek üzlettársai vagy üzleti partnerei egymással találkoznak, akkor milyen esetleges félreértést adódhatnak abból, hogy más kultúrkörből érkeznek, más kontinensről, más nyelvet beszélnek. És mi úgy gondolnánk, hogy nekünk az osztrákokkal nincsenek ilyen problémáink, mivel évszázados történelmi gyökereink vannak, megértjük egymás félszavakból. Na ez nem így van sajnos, tehát óriási problémákat okozhat az, hogy másképpen látjuk a világot. Dr. Sebastian Eschenbach, a burgenlandi főiskola professzora tartott előadást osztrákokkal üzletelni, előítéletek, tények, tapasztalatok címmel. Létezik egy viszonylag széles réteg, amiket Ausztriában hidden championnek, tehát rejtett bajnoknak hívnak, és ezek nem túl nagyok, körülbelül 500 emberes vállalkozásokról van szó, amik azonban egy bizonyos fülkében, egy bizonyos piaci résben világ színvonalú uralkodó vagy győztes helyzetben vannak, és ezekkel kapcsolatot teremteni, az lenne az igazán érdemes dolog.
A szakértő úgy látja, ha egy magyar vállalkozó Ausztriába megy és ott próbál üzleti kapcsolatokat kialakítani, teljesen idegen viszonyokkal találkozik, keveset tud arról, hogy milyen is kint a gazdasági környezet, valamint az osztrák habitus is megnehezíti a kommunikációt. Még ügyfelek is, mert ezek eléggé hangosak, nagyon hamar fölcsattannak, akkor nehéz megtalálni velük azt a hangnemet, mindig valami különlegeset akarnak, és azonnal. És hát ugye ehhez alkalmazkodni, ez még nekünk is nehéz, hát még a külföldieknek. A soproni vállalkozói réteg képviselőin túl Zala megyéből is érkeztek résztvevők a regionális tréningre. Az M85-ös gyorsforgalmi út építésének előkészítésén dolgoznak Nagycenken. A keverőtelep már elkészült, a kamionok pedig folyamatosan hordják a sódert. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT tavaly decemberben írta alá a nyertes konzorciumokkal az M85-ös gyorsforgalmi út megépítésére a kiviteli szerződést. Nagycenknél még az elmúlt év végén felállították a keverőtelepet, ahonnan majd a szükséges anyagokat szállítják ki az épülő úttestre. Miközben a munkaterületen már zajlanak az előkészületek, a mérnökök folyamatosan készítik el a kiviteli terveket. Ezek alapján építik majd meg az M85-ös gyorsforgalmi út hiányzó Csorna és Sopron közötti szakaszát. A tervek szerint Nagylózs és Sopron kelet csomópont között 15,4, míg Sopron kelet és Tómalom között pedig 6,4 km hosszú lesz a gyorsforgalmi út. A biztonságos közlekedést segíti majd elő, hogy teljes hosszban vadvédő kerítést is kialakítanak, Sopronnál pedig 600 méteren kerékpárutat is építenek. 3 napon át a vasút modelleké lesz a főszerep a Liszt központban. 3 modellező klub mutatkozik majd be. A házigazda soproniak mellett Tapolcáról és Szombathelyről is érkeznek egyesületek. A kiállítás különlegessége egy akkora terepasztal lesz, amely még a legnagyobb teremben sem fér el. A Cseszneki vár is előkerült a dobozból a 10. vasútmodell kiállítás építési munkálatai közben. A méretarányos modellen a legapróbb részletek is megtalálhatóak, még a szemlélődő turisták is. De másik terepasztalokon csónakázó pár vagy éppen kempingező család is látható. A még épülő kiállításra 3 modellező klub érkezett. Házigazdaként a soproniak, vendégként pedig a tapolcaiak és a szombathelyiek. Idén különlegesség maguk a Szombathely Egyesület, hiszen tavaly előtt a Veszprémi Egyesület volt itt, mint nagy egyesület. Idén a szombathelyiek digitális vezérléses technikával érkeztek, valamint nagyon részletgazdag terepasztal, ami körülbelül egy szinten van a veszprémiekével is, talán még szebb is. Ez egy svájci híd alapján készült. A svájci híd az egyébként egyvágányú, meg ívbe van, tehát gyakorlatilag nem mondhatom, hogy ez az. Ez meg ráadásul kétvágányú. A díszítése az egy skót hídról lett levéve, ilyen fotók alapján megtetszett. Maga a táj az meg egy olasz úti kalózból lett hozzátéve, és akkor gyakorlatilag 3 helyről összeolosztunk egy olyan völgyhidat, amit gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy bárhol lehetne a világban, ahol ilyen jellegű a táj. Egy különleges völgyhidat mutat Nacsa Zoltán, a Szombathelyi Vasút Modellező és Vasútbarát Egyesület elnöke. A klub olyan terepasztalt hozott Sopronba, amelynek részeként a kőszegi vasútállomás is látható a 90-es évekbeli állapotában. Két rendszert fogunk egy rendszerre összeépíteni. Az első rendszerünk az 1998-tól épült 2009-ig. Ott megtalálunk egy alpesi jellegű asztalrendszert, vontatási teleppel, automata vonatforgalommal, tehát az kifejezetten keltes jelleggel épült fel, ott gyakorlatilag 10-11 szerelvény követi egymást olyan szabályozásra, hogy éppen az a hely megengedi, tehát magyarul a szerelvények szabályozzák egymást, hogy ki mikor mehet indulhat. Digitális rendszerről beszélünk, ami azt jelenti, hogy a vonatok sebessége, lassulása, gyorsulása a szerelvényre szabottan van, tehát ha tilos jelzés van, akkor nem megáll, mint a falnak menne, mint annak idején a csigakerekes hajtásnál, hanem szépen kifut, szépen lelassul. Ez az egybefüggő terepasztalrendszer összeszerelve akkora lesz, hogy nem fér majd el a teremben. Az egyik mellékvonal az előtérbe is kikacskaringózik majd. Ugye itt ki is megyünk a teremből, tehát itt nem is látjuk egymást, itt telefonon megy az értekezés, hogy mikor indulhat, mikor nem, tehát magyarul engedélykérések vannak, hogy a pálya mennyire szabad vagy nem szabad. Minden állomásnak van egy kezelője,
Annak az a lényege, hogyha az állomásra például érkezik egy teherszerelvény, nem biztos, hogy tovább kell menni, vagy nem biztos, hogy minden kocsit magával kell vinni, akkor ott az állomáson, ha éppen nincsen induló vagy érkező szerelvény, akkor ott az állomáson szépen a látogatókat is, meg persze saját magát is ki tudja szolgálni, ilyen kis tolatásos üzemmódtal. A kiállítás nem csak a vasútmodellezőknek lehet kikapcsolódás, hanem a legkisebbeknek is. Ezért a szervezők a gyerekeknek külön programokkal is készülnek. Lesz játszósarkunk a gyerekeknek, illetve egy-két olyan pont a terepasztalon, ahol gombot nyomhatnak, és valami történni fog. A vasútmodell kiállítás péntektől vasárnapig látogatható a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. 2,5 évszázados falfestéseket tártak fel a Fertődi Eszterházi kastélyban. Az együttes újabb felújítási üteméhez érkezett, ebben az egykori lakosztályokat állítják vissza eredeti állapotukba. A több réteg mélyen feltárt falfestéseket a 18. században maga Eszterházi Miklós herceg készítette, hogy a hozzálátogató európai uralkodókat minél fényűzőbb körülmények között fogadhassa. Egykor uralkodók és nagyurak lakosztálya volt ez a terem. Eszterházy Miklós herceg a hozzáérkező magas rangú európai vendégeit szállásolta el itt. Mária Terézia is megfordult a kastélyban. Ezt a szobát például vejéről, Mária Krisztina főhercegnő férjéről nevezték el. Ők gyakran képviselték az uralkodó családot a kastélyban, de francia hercegek is többször vendégeskedtek Eszterházy fényes Miklós udvarában. Két réteg díszítő festés került elő a 18. századból, Eszterházy Miklós herceg idejéből. Ez a két festés hasonló ahhoz, amik a középrész keleti részén is láthatóak. Az egyik a alsóbb A-réteg, nevezzük így, hogy a restaurátorok elnevezték az úgynevezett porcelán szobának a falfestésével, egyezik meg az ahhoz hasonló kialakítású, a másik pedig a főlépcsőházéhoz. Jó állapotban megmaradtak ezek a festések, ez a szondákból sejthető, és az is sejthető, hogy viszonylag elég összefüggően, ezért ezeket nagyon nagy valószínűséggel jól lehet majd restaurálni, és ahol kell rekonstruálni. Egyelőre úgynevezett szondázó kutatásokat végeznek, hogy lássák, hol rejtőznek az értékes alkotások. Nagy restaurátorcsapat dolgozik itt, és hát mi művészettörténészek is rájuk vagyunk utalva, tehát a restaurátoroknak a szaktudására. Ők hát a megfelelő célszerszámokkal leszokták tisztítani a falat, és ilyen kis kutatóablakokat nyitnak, és hogyha valahol találnak valami érdekeset, amit ők már meg tudnak állapítani gyakorlott szemmel, hogy ott lehet valami, akkor így tovább mennek, és szépen lassan rétegről, festékrétegre, szikkével bontják le a falon lévő rétegeket, hogy felfejtsenek minden réteget lényegében majd, hogy nem az alaprétegig. Hát itt ugye addig nem mentek el, mert itt megtalálták a falfestéseket. Az eddig feltárt részletekből is látszik, hogy rendkívül jó állapotban megmaradt festésekről van szó, és várhatóan teljes mértékben visszaállítható majd a teljes falfelület az eredeti állapotába. A kutatók a következő 2 évben azon dolgoznak majd, hogy az uralkodók egykori lakosztályai eredeti pompájukban kerüljenek a nagy közönség elé. A korábbi Euróliga győztes a cseh női kosárlabda egyeduralkodó csapatának az USK Praha otthonában aratott bravúros győzelmet a Sopron Basket együttese, ezzel bebiztosította második további jutást érő helyét csoportjában. A magyar csapat története során először nyert 5 idegenbeli mérkőzést az európai sorozatban. Már a korábbi fordulóban eldőlt, hogy a legjobb 8 között folytatja a Sopron Basket együttese az Euroligában. Az viszont még nyitott volt, hogy a csoport melyik pozíciójából vágnak neki a rájátszásnak. A zöld mezes soproni együttesnél Turner megmozdulása távolról esett be, ezzel már a második percben átvette a vezetést a soproni alakulat. A negyed második részében magasabb sebességre kapcsoltak a magyarok, remek támadások után 5 pontra növelték előnyüket. Később a hazaiak tudhattak sikeresebb időszakot maguk mögött, 20-20-szal zárult az első etap.
Lánkhorn és Salvadores pontjaival a soproni szurkolók örömére ismét a vendégek mozdultak előre. A hazaiak Sargay tempójával tapadtak. Salvadores varázsolt egyet a palánk alatt, majd Turner triplájával 7 pontra duzzadt a különbség. A 15. percben ismét Sargay lendítette át a holdponton a Prága szekerét, újra felpörgött a rivális, de a soproni lányok sem hagyták magukat, előnnyel fordulhattak rá a második félidőre. A nagyszünet után több eladott labda is becsúszott a csapatoknál. Egy bravúros találattal cseh hívek ugrottak talpra, de mindenre volt válasza a vendégeknek. Lélektanilag nagyon fontos volt Szrendakic találata. A soproni együttes nagyon jól szedte a lepattanókat, és a második esélyekből is hatékonyak voltak. Salvadores 15 pontosra növelte a különbséget a 28. percben. A záró negyed végén Dubé egy triplával talált be ismét. A szépszámú vendégszurkolók hangjától volt hangos a prágai csarnok, volt mit ünnepelni, pedig még hátra volt 4 perc. A Sopron Basket együttese végül 61-77 arányban nyert a korábbi Euroliga győztes Prága otthonában. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, amelynek vendége Jánosa Gábor, a Soproni Vasútmodellezők és Vasútbarátok Egyesületének elnöke lesz, utána Életforma című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken erősen felhős borongós időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet 8 és 11 fok között alakul majd.